A rendkívüli vészhelyzetben végzett helytállásuk elismeréseként a magyar kormány 500 ezer forinttal jutalmazta a védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozókat. A listáról kimaradtak azok a szakemberek, akik a szociális szféra területén nyújtottak kiemelkedőt. Bátaszékváros önkormányzata úgy döntött, saját költségvetésének terhére ad jutalmat a gondozási központ munkatársainak. Mi itt Bátaszéken azt gondoltuk, hogy valóban ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a veszélyhelyzetet ilyen helyzetben le lehetett bonyolítani. És ezért az a döntés született, hogy az idős gondozásban tevékenykedő kollégáink részére bruttó 250 ezer forint per fő összegű jutalmat, míg a család segítés területén dolgozó kollégáink részére bruttó 200 ezer forintos jutalmat biztosítanánk. A különbözet indoklásában Bozsadik Róbert polgármester azt mondta, szerették volna kiemelten díjazni azokat a szakembereket, akik munkájukat adott esetben a saját egészségüket is kockára téve végezték. Ők a legveszélyeztetettebb korosztály ellátásában tevékenykedtek, azokéban, akik akkor tettek igazán saját egészségükért, ha otthon maradtak.